Novák előtt képviselő úr, a mi hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszternek. Miért nem vizsgálja a titkosszolgálat a tiltott amerikai pártfinanszírozás Momentumos Média Birodalmát címmel? Novák előtt képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! Tisztelt államtitkár úr, betiltanám a közpénzből finanszírozott kormánypropagandát is, de a külföldi mikroadományoknak álcázott, valójában ismeretlen, gyanús eredetű pénzek átláthatatlan felhasználását a balliberális pénzmosás sem tűrhetem. A Márki-Zay Péter által beismert amerikai milliárdokból folytatott, tiltott pártfinanszírozásnak és pénzosásnak is minősülő óriásplakát kampányt, ahogy feltártam, a Momentum, ezért feljelentést tettem a politikus bűnözők ellen, miután sikerült kimutatnom a céghálót a követelésem nyomán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés és az Opten cégtár segítségével. Márki-Zay Péter azt mondta, hogy a több milliárdos amerikai támogatások elköltését a hat párttal egyeztették. Bár a Momentum tagadta az osztozkodásban való részvételét, kiderítettem, hogy az ő média, illetve cég birodalmuk is kapott abból a pénzből. Bár a mi hazánk nemzetbiztonsági átvilágításon sikeresen átment képviselőjeként nekem sem engednek betekintést a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt üléseire, az eredetileg 2051-ig titkosított jelentés végül nyilvánosságra hozott titkosszolgálati anyaga szerint összesen több mint 4 milliárd forint érkezett a balliberális ellenzékhez köthető, főként az Action for Democracy nevű fedőszertől, külföldről a választási kampány alatt. A milliárdos támogatások végfelhasználóinak vizsgálata során mutatták ki, hogy a Bajnai Gordonhoz, illetve az egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető Datadat cégcsoporton keresztül többek közt a Feritunó Media Kft. Is kapott pénzt, erről azonban többet nem írtak, és hiába kértem a titkosszolgálatot a cégbirodalom mélyebb feltárására, a Momentumos kapcsolatok kimutatására. Miért? Pedig az Opten kapcsolati hálája az ügyvezető Sárándi Rajmundnak egy másik általa vezetett médiacéget is mutat, a szintén 2021 őszén alapított Street Fluence Kft-t, mely a Momentum idei óriáspakát kampányát is biztosította a piaci ár negyedéért. Hajlandó-e tehát a titkosszolgálat a Momentumos székbirodalom mélyebb feltárására? Köszönöm szépen, képviselő úr! A válaszra megadom a szót Dömötő Csaba miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Az az elvárásunk, hogy a magyar hatóságok minden olyan törekvést derítsenek fel, amelyek megvalósítják a külföldi pártfinanszírozást. Nem csupán annak áll fenn a veszélye, hogy megpróbálják befolyásolni a választásokat, hanem annak is, hogy a választások közötti időszakokban kérnek az ilyen összegekért valamit, és az ilyen külföldi támogatások beépülnek egyes pártok tevékenységébe és döntéseibe. Az ilyen jellegű ellenőrzésekben az állami számvevőszék is részt vesz. Azt már tudjuk, hogy baloldali pártokhoz köthető szervezetek jelentős támogatást kaptak, 4 milliárdot, ennyi érkezhetett külföldről, legalább ennyi, és hiába állították, ezek nem mikroadományok voltak, és hiába állították az ellenkezőjét, egyértelmű, hogy kampány célokra használhatták ezeket az eszközöket, ami abból is látszik, mert a támogatásokat fogadó szervezetek logói ott szerepeltek a választási plakáton. Most ami a Momentumot illeti, én egyáltalán nem lepődnék meg, ha a külföldi támogatások a Momentumnál is landoltak volna. Nincs az esetükben olyan fejlemény, amelyen meglepődhetnénk, mégiscsak fúrtak már meg olimpiai pályázatot, kampányoltak román és szlovák pártoknak, és húztak volna bele folyamatosan a háborúba. A roller mosdatás most nem sorolom ide, mert az egyébként sem veszélyes a társadalomra, csak a saját imázsukra. Azt gondolom, hogy a baloldali pártok hiába bújnak a civil paraván mögé, felelősséget kell vállalniuk, ha pénzt fogadnak el a kampányukhoz külföldről, vagy a tevékenységükhöz, és ez megjelenik bizonyos döntéseikben, meghatározó ügyekben, akkor ezért felelősséget kell vállalniuk. Szeretném Önt arról biztosítani, hogy a magyar hatóságok részletesen kivizsgálják, ha a törvénytelenség és szabálytalanság gyanúja áll fönn, semmi nem maradhat következmények nélkül. Köszönöm a figyelmet! Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb!